Bécsi úton haladunk, és azt el kell mondanom, ha lehet ilyet mondani ezzel a képzavarral érvényt, hogy ez egy extrém, hiszen ahogy látszik, nem tudom, látszik-e, a járdán közlekedünk, és egyébként minden egyes jelzőlámpán áll, hogyha azt a kosat jelez, akkor megállunk, és csak akkor haladunk tovább, amikor zöldre vált újra a lámpa. Ugye Hadházi Ákos még a tüntetésen mondta azt, hogy ő, ha kell, akkor gyakorlatilag egyedül is elindul a Kunigunda útjára azzal a 8 pontos kiáltvánnyal, ugye, amit az ellenzéki pártok készítettek el március 15-ére. Ugye a Kossuth térre még elkísérte őt az összes ellenzéki párt képviselője, ugye ott is kifüggesztették ezt a 8 pontot, és aztán ő innen indult el, és végül is nem indult el egyedül, mert nagyjából egy 100 fős követni most a Kunigunda útjára, de mondom, tehát nagyon békés ez a menet, és gyakorlatilag szerintem, ha ebben a tempóban haladunk, ahogy most, akkor egy ilyen bő, hát egy 3-4 óra múlva szerintem ott is leszünk, és akkor Hadházi Ákos ugye azt mondta a tüntetésen, hogy ott is kifüggesztünk majd ezt a 8 pontot, és egyébként a jövőben pedig majd blokkádot tervez az MTVA ellen. Hogy menjen aláírják. Igen? Igen. Ez egy vidéken túl, Simóka ország közepén. És hogy mondom, én nem vagyok meglepődve, mert Békésből jön a második legtöbb, tehát az is érdekes. Simóka ügyel mi van már? Hát az van, hogy persze, tehát ugye nyomozgat, azért nyomozgat, hogy ezt mutathassa, hogy nyomozgat, de ugye, hogy ameddig lehet, tartja őt. Hát főleg azért, mert hogy ugye, ha le is fogná, akkor az ugye időközi választás lenne, és ugye a kétharmad az nem annyira erős önálla, ha még esetleg a Farkas Flóriát is... Azon az egyen is múlik, hogy ne, igen. Persze, ha még a... Rapszolgatérvényt is ugye... Igen, tehát a Flóri ellen is ugye azért megy a nyomozás, és olyan végtelenség nem tudja azt se húzni. És akkor hát már ugye két mínusz képviselő lenni. És már egy mínusz is bukik a kétharmad? Egy mínusszal már azt hiszem, hogy bukna, mondjuk a Flóri az Flóri ugye nem egyébire jutott be, tehát ott az nem olyan nagy vész, de a Simonka ugye egyén is. Hát igen, mert a Simonka vitte oda sok mindent, a pénzt, aztán rászavaztak, gondolom ezért. Hát nem, mert az emberek nem sokat kaptak abból. De mégiscsak fejlesztett rajtuk, fejlesztett. Nem látszik ott sem, én voltam ott. Hát ez a lószolárium, meg ez a... A lószolárium nem ott van. Nem ott van? De azt mi vitte, nem? Azt szerintem nem ott van, az Kisvárdalban. A Kisvárd, igen, Kisvárd. Most viszonylag egyben maradtunk, úgyhogy a következő zöldnél spurizzunk át. Nem álltam a mögöttem.
már nagyon jutott. Lehet, hogy itt 8. óta a sorba. Gyerünk! Hozzatok vele! Hozzatok vele! Köszönöm! Én már ott kezdtem egyébként kérigyelni a szokatot. Turnix. 300.
és utána visszaigényelhetem volna, hogy még több vizet. Próbálj meg előre. Ne hagyjuk, megállnak. Ja. Tudod, hogy előre megyünk. Ja. Tudok egy kicsit gondoltam. Orbán, Zsakler! Nagyjából, igen. Jó. 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 Jó.
Tisztelt óbudai polgárok! Ez a menet most a hazugsággyárhoz megy, a Kunigunda utcához, hogy követeljük a szabad médiát, hogy tiltakozzunk a diktatúra ellen, a hazug propaganda ellen. Akinek elege volt a diktatúrából és a hazugsággyárból, jöjjön a Kunigunda utcára velünk! Aha. Elvisz a cápaházig, hogy igen, már, az jó. Hát a Margit, ma ott vagyok. A Margit után le is jövök, akkor Thank you.
Kocskos Fidesz! 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 Na, és ezért lett szabadfogás. Ott van a hírcím. Ami van a neten, és ő abban van. De már kibasszák a hírcímét. Tudom, de helyette van a szabadfogás, és abban vannak ők. Egy ingyen műsorban. De, minden éjszak. Nincs már, nézd meg, nem? Egyikben szintén kívül van. De, most is volt szerve. Csak műtötték, azért nem volt ezek. Tessék. Elvinnek. Ezek azok a házak, ahol, amiket nappal lett a tettéje, ugye? Így van. És ezek a porőkó? Azért van zöldre festve, mert ökó. Túlzás, hogy ökó, de valamit spórolnak le ezért a fűtés. Egy ilyen ökóbeton. Télen, mikor legyen szükség van az energiára, hogy akkor sem nem tudom. Ja, mert annyi ideig nem tudják, Egy ennél gyakorlatibb bizonyítéka annak, hogy mekkora kamu. Külön kell indulni, mert az jobb. Tehát ugye a másik lényegi momentum. Mit van a tervezőtől?
Amikor el a, ugye Attila jött, mert volt fáradt volt, és ezért hallom, hogy... Nem, mindegy. Nem, most nem is jött. Most érünk a Vörös Fáli útra. Várjuk meg a többieket! Ja,
Biztonsági örökkel, jó kicsit megbasztak, mint ők megbasztatták. Az, az összes hír nem oldott. Olyan értelmesen, hogy nincs tudjátok a tekintetükről. Értek velük. Most ha azt látod, hogy soha voltak, az a felengyelek. Vonatoztatta őket, buszoztatta őket. Orbán takarod! Orbán takarod! Orbán takarod! Itt az összes haverod! Esti mese! Esti mese! Esti mese! Hát annyit megálltunk már. Írják nekem, hogy vidékre veszítenek az internet, nem tudják. Igen? Ez volt átlagos. Akkor adni a képeket, nem tudták meg. De azt mondja, hogy én is elkövetek, de most már szél előtt. Igen, igen. A cukornál. Tomás szokott lenni, csomó ugye semmi, azt egyszer csak hírt lenni. De utána rádobok valamit, akkor még egy nagyon nyert. Ők egy ilyen narancslé is, hogy rádobok, utána megint jó. Arról kezdtem nézni, majd megírom azt a posztot. A vagyon megkívott. De egyrészt van kis, de itt van is, inkább az van, hogy itt van is óriási legyen. És egyébként most, ugye, ha igaz, amit mondott, amit jöttem, én úgy tudom, hogy részem el. Nézd, nos, hogy változik. Hát vannak, vannak. Gyere, Éli, közvetítsük egymást! Hát, ja. Jó, csak hülyeskedek! Az nem lesz, hogy én közvetítem Élit. Az biztos, hogy hitelet. Van rá két tavó.
Nem tudna olyan lenni, ahhoz kell egy értelmi képesség. Igen. Igen, 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 igen. És akkor mennyivel nehezebb az egésszel. Én nekem meg a másik elkezdtem írni a Ez benne az ördög is bele fogom érni a kocsba. Az lesz az ördög is, hogy én abban megint elnyújt. Lemaradt a vége. Amikor ők a határt járt, és meg a kérdelemet.
Én is kíváncsi vagyok rá, hogy van neked. De azt a szabályozatot én csináltam. Persze. Nem szóltam neki semmit, hogy legyen boldog. Ugyanannyi üvben jártunk, mint amennyibe veszünk. Fúj. Most se lenne csoda. Az a helyzet. Töltéssel. Fidesztől se kész semmit számon a bal oldal, amitől annak idején van. Elég szétcsúsztunk. Mindenki fáron tudott. Az emberek már viszont térben szétcsúsztunk, tehát nem tudom, hogy belejön volna. Ezért se bal oldal, se jobb oldal. Valahol. De nem is nagyon sok. Akkor kaptunk üdítőt. Kijött egy házaspár. Mocskos Fidesz! Hallgat mondott, hogy menjünk a Kossuth térre. Ugye, ha én zártam volna le, Ha megyünk felé!
megint jobb az útesek. Olyan keskeny, hogy látunk is megtéptek. Bóti Szöget. Mióta a Margit-ről lejöttünk a tömeg már fogyott,
még az is lehet, hogy egy-ketten csatlakoznak, tehát tulajdonképpen az, akik onnan elindultak, úgy tűnik, hogy eltökélten indultak el, itt az Ákos. Oké. Na, hát megöttünk meg persze. Itt az milyen túró lenne, hogy lenne olyan volt. Kivegyük. Srácok is csak... Jó, a srácok meg autóba csapták magukat, szerintem előre rohantak. Hát itt szerintem csak annyi fog történni, hogy kilagasztja ezt a papírt, aztán újjan van a kis. Aztán nem tudom, hogy az itt van akartam, amit nem tudom. Jó, én már itt látom, Célegyensben vagyok, pont itt az MTV-nél megérkeztünk, lesz valami ötökkedés, pár perc aztán leállok, jó? Köszi, aztán gyorsan rohanok, megnézni, mit sikerült alkotni. Köszönöm szépen, szia.
Pontot leszélünk. Köszönjük az országgyűlési képviselőnket, Hadházi Ákos! Szabadság harcosai! Éjjel! Megvárjuk, amíg beérkezik minden. Az nem most lesz, az majd később lesz. Énekeljünk, igen, addig, amíg megjönnek a többiek. Kossuth Lajos azt üzente, elfogott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, minnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Megjött mindenki? Oda kéne. Oda is megjött. Pap Dániel még nincs itt. Pap Dániel az még nincs nem, itt. Nagyon, nagyon köszönöm szépen mindenkinek, akik kijöttek erre a kis sétára. Nemzeti ünnep van, és a 48-as hősök előtt emlékezünk, és egészen biztos vagyok benne, hogy ha 48-ban lett volna televízió, és itt lett volna neki,
a székháza, és úgy működött volna az a televízió, mint ahogy ez működik, akkor ide jöttek volna. Tehát amit mi tettünk, egy emléksétá volt az ő emlékükre is. Nem tudom, kell-e bömbizni, vagy hallják szent? Na jobb azért! Bömbizzünk? Igen. Ja. Működik így, működik, igen. Nemzeti ünnep van, még egyszer elmondjuk, hogy a nemzeti ünnepen a 48-as hősökre emlékezünk, és amikor kigyalogoltunk itt ezt a 8 kilométert, akkor ezt az ő emlékükre is tettük, egészen biztosak vagyunk benne, hogy ha ez az épület akkor is lett volna, televízió lett volna, és úgy működött volna, mint ez a televízió, akkor ők is kijöttek volna. Megüzentük a tüntetésen a hírhamisító vezérigazgatónak, HTV-nek, hírhamisító Pap Dánielnek, hogy nem kell félnie a mai napon, meg se fogunk próbálni bemenni, nem kell félnie, de azt is megüzentük, hogy nem ma vagyunk itt utoljára. És ez a mai napnak a legfontosabb üzenete, fogunk még ide jönni, fogunk még itt blokkádot tartani, és nem fogunk addig nyugodni, amíg ez a magyar adófizetők 90 milliárdjából fenntartott intézmény gyakorlatilag egy feladatot lát el, kettőt, a kormány propagandát súlykolja, és a magyar ellenzéket gyalázza, alázza reggeltől estig. Ezt nem vagyunk hajlandóak elviselni. Azért jöttünk ki gyalog, jöttünk volna autóval, tömegközlekedéssel, hogy lássa mindenki, hogy elszántak vagyunk, és nem vagyunk hajlandóak ezt eltűrni. Nem utoljára voltunk itt. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki kisétált velem, velünk, és nagyon biztos vagyok benne, hogy leszünk még itt sokkal többen. Voltunk már itt ilyen kevesen, és akkor is elmondtam, hogy leszünk itt sokkal többen. Az ellenzéki képviselőkkel, ellenzéki pártokkal megegyeztünk abban, hogy fogunk blokkádot tartani. Ez egyébként nagyon könnyű lesz, nem kell hozzá semmi más, mint 8 képviselő. Ennek a intézménynek van 4 kapuja, és azt megláttuk, amikor Szél Bernadettel itt voltunk egy hétig, hogy ők maguk bezárták az összes kaput, egyetlen egy kapu volt nyitva, de ott is csak úgy lehetett bemenni, hogy megnézték az autóknak a csomagtartóját, nehogy bemenjen egy ellenzéki képviselő. Úgyhogy ez a blokkád, ez megvalósítható lesz, meg is kell valósítani. Még egyszer mondom, talán, ami leginkább hiányzik ma bennünk, én bennem is néha, és azt hiszem, hogy nagyon sokunkban, az az elszántság és a kitartás, és a hit abban, hogy le lehet őket győzni, a hit abban, hogy lehet rájuk eredményesen nyomást gyakorolni. Akkor lehet ez csak eredményes, hogyha látják rajtunk az elszántságot, az, hogy ma kijöttünk ennyit, nagyon sok idős ember is kijött velem, fiatalok és idősek, és megköszönöm, hogy kijöttek, ez azt mutatja, hogy vannak Magyarországon olyan emberek, akik eltökéltek, és csak ezzel az egyetlen egy üzenettel jöttünk, hogy fogunk még jönni. Ezt üzenjük a hírhamisító Pap Dánielnek, de azt is üzenjük, hogy ne tőlünk féljen, hanem a magyar néptől féljen. Azt is üzenjük nekik, hogy akkor úszhatja meg, hogy országgyűlési képviselőkkel beszélnie kell, hogyha lemond vagy lemondatják. Amíg ez nem történik meg, addig nem fogja megúszni és beszélnie kell velünk. A mai napnak van egy másik célja, van egy nagyon örvendetes fejlemény, az ellenzéki pártok és civilek összeállítottak egy olyan minimum programot, egy olyan hitvallást, amit egyrészt ígérnek akkor, hogyha hatalomra jutnak, másrészt megfogadják, hogy mindent megtesznek azért, hogy ezek a pontok megvalósuljanak, és ezek közül a pontok közül vannak olyanok, amit nem csak a választás után, hanem már a választás előtt el kell érni, és ezek közül a legfontosabb pont, az pedig a sajtószabadság megteremtése. Ezt a 8 pontot én ki fogom ide ragasztani, biztos vagyok benne, hogy zárva van az ajtó, tehát bevinni most nem tudom, az egyik bejáratot láttam, hogy zárva van, ebből szinte biztos vagyok benne, hogy zárva van. Ki fogom ragasztani ezeket a pontokat, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek és segítettek ebben. Köszönöm szépen! Hazudik a tévé! 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 Hazudik a tévé!
Hazudik a tévé! Hazudik a tévé! Hazudik a tévé! Hazudik a tévé! Hazudik a tévé! Hazudik a tévé! Most a petíció megy be, de holnap a fellázott tömeg megy utána! Így van! Megyünk utána majd! Részkedtél, Pap Dániel! Meg van pecsételve a jövőt! Köszönjük, hogy ez is százados urat, aki a petíciót átveszi! Így van! Menni kell a szatyola, menj! Így van! Menni fog, szatyola! A petíció kitűzte a képviselőúra az MTV-székház ajtajára. Itt van a tévé, a tévé tudósító, MTV tudósító, kérjük a bejárathoz. Elolvassuk azért neki. Igen! Itt lejjebb? Ja. Halljuk! Szabad sajtó! Mi Magyarország ellenzéki pártja és politikusa. Mi szeretjük a hazánkat, hiszünk a demokráciában és a jogállamban, amelyet csak együttes erővel állíthatunk helyre. Ennek megvalósítása érdekében az alábbi nyilatkozatot tesszük. Az állam nem szolgálhatja egyetlen párt érdekeit sem, hanem részrehajlás nélkül az igazságosság elve alapján minden polgár a szabadságáért és jólétért kell munkálkodni. Meggyőződésünk, hogy Magyarországon mindenki egyformán kell, hogy részesüljön jogokból és kötelezettségektől, függetlenül származásától, nemzetiségétől, nemétől és vallásától. Követeljük a sajtószabadságot. Az államnak kötelessége, hogy polgárainak elfoglaltan és kiegyensúlyozott tájékoztatásáról gondoskodjon. A közpénzből fenntartott média nem lehet a kormánypárti propaganda szócsöve. Bértolnokok helyett független újságírás. Közösen harcolunk a szegénység és kiszolgáltatottság ellen, a minél szélesebb társadalmi szolidaritás megvalósításáért. Egyetlen erkölcsös társadalom sem hagyhatja magára rászoruló tagjait, családokat, idős vagy beteg embereket. Az állam nem puszíthat saját polgárai ellen. Az emberi méltósághoz való jogot mindenki számára egyformán garantálni kell. Történelmi helyünk az európai népek közösségében van. Egységesen fellépünk azon szándék ellen, amely Magyarországot nemzeti érdekeinkkel ellentétes módon kivezetné az Európai Unióból és a orosz befolyás részévé tenni. Megvédjük a hazánkat. Értéknek tekintjük nemzeti összetartozásunkat és támogatjuk a magyar közösség identitásának megőrzését. Éljenek bárhol a világban. Nem engedjük, hogy az itthon boldogulni kívánó honfitársainkat a megmérgezett közhangulat és a folyamatosabb lépbizonytalanság elűzze hazájukból. A társadalom minden tagjának joga van a színvonalas oktatáshoz, egészségügyi és szociális ellátáshoz. Kiállunk a munkavállalók és szakszervezetek jogaiért, a munkahelyi véleménynyilvánítás szabadságáért, a sztrájkok helyreállításáért, a tisztességes bérekért és munkakörülményekért. Minden eszközünkkel harcolunk a rabszolgatörvény megsemmisítésére. Követeljük a törvény előtti egyenlőséget és jogbiztonságokat. Meg kell szüntetni a politikai és vagyoni alapon történő kivételezést. Fellépünk a korrupció, a közvagyon ellopása, elherdálása ellen. Mi, a magyar ellenzék azért dolgozunk közösen, hogy Magyarország egy mindannyiunk számára biztonságos, szabad és demokratikus jogállam legyen.
olyan ország, ahol a felelős állampolgárok, a politikai pártok és társadalmi szervezetek konstruktív vitákat folytathatnak, melyek eredményeként a haza fenntartható módon és közvetlenül fejlődik. Budapest 2019. március 15-én. Éljen a szabadság! Éljen a szabadság! Szabadság! Sajtó 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 szabadság! Pillanat, mindjárt. Sokan mondják, hogy mi nem a hazánkért dolgozunk. Sokan mondják, hogy valaki fizet minket kívülről, ez egy legnagyobb gyalázat, a legnagyobb hazugság. Évente 90 milliárd forintból gyaláznak minket, nem fogjuk engedni, hogy gyalázzanak. Szeretjük a hazánkat és a hazánkért dolgozunk. Én azt kérem mindenkitől, aki ezen az elég hosszú úton elkísért, és aki biztos vagyok benne, hogy még vissza fog ide jönni, énekeljük el végül még egyszer a magyar himnuszt a magyar nemzeti ünnepen és a 48-as hősökre emlékezve. Köszönöm még egyszer mindenkinek, Papp Dánielnek pedig üzenjük, hogy jövünk Yeah.
magától nagy örömmel. Köszönöm, köszönöm. Éljen a magyar szabadság, éljen a hajó!